madárka csőszök. Szundi madár. Telefon. Szundi madár. Talán ha együtt kiáltjuk, hogy ébredj, Szundi madár, akkor felébred. Mehet? Ébredj, Szundi madár! Ébresztő! A telefon. El kell menned. Értem. Hát biztos találsz fióka csőzt Szundi madárka mellé. Kéri meg valakit! Nem! Te! Bátor, takaríts! Csinálj rendet! Szundi madár azt szeretné kérdezni, vigyázna-e valamelyik őtök Szundi madárkára egy darabig? Nem? És mi van, ha a fióka csősznek nem kell rendet raknia? Tessék, Pátó, azt mondod, vigyázol Szundi madárkára? Nagyszerű! Akkor ez azt jelenti, hogy te raksz rendet. Igaz, Pokolyó? Szia, Szundi madárka! Jól aludtál? Az anyukád nincs itt, Szundi madárka. El kellett mennie egy rövid időre. Na, na, Szundi madárka! Nézd, itt van a barátod, Valentina! Örülnél, ha Valentina veled maradna? Hát ez jó öt... lett. Ajaj. Téged utánoznak, Pátó. Ó, uzson! Mi? Anyukád nem ezzel szokott etetni? Sütivel? Ha Pátó ad egy kis sütit, akkor abba hagyod a sírást és ágyba bújsz. Ójaj, Pátó. Úgy látom, Valentinának vécére kell mennie. Most! Gyorsan, gyorsan! Siess! Siess! Ajaj. Na végre! Ideje ágyba bújni. Anyukád előbb mindig kivisz sétálni a holdra? Te ígéred, hogy utána rögtön ágyba bújsz? És most ágyba. Jól jönne Pátónak egy kis segítség, Pokolyó. Szundi madárka, Valentina! Nem, Pátó! Nem könnyű feladat a kicsikre vigyázni. Tudom már. Mi lenne, ha összefognátok? Mit gondoltok? Segítsenek egymásnak, Pokolyó és Pátó? Igen! Segítsetek egymásnak! Igen!
Szundi madárka azt kérdezi, mit csinálsz, Pokolyó? Alszunk. Hű, Pokolyó és Pátó elálmosodott. Szeretnének bebújni az ágyatokba. Nem, feküdjenek csak a saját ágyukba. Hát, rendben. Fiúk, annyira ügyesek voltatok, hogy Szundi madár azt szeretné, ha minden nap vigyáznátok a kicsikre. Szerintetek is vigyázzanak a kicsikre minden nap? Igen, igen! Vigyázzanak rájuk minden nap! Na jó, éljen a csapatmunka! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Szundi madár meglepetése. Ahó, Szundi madár! Jaj, bocsánat, szundi csak tovább, Szundi madár. Ahó, Pokolyó! Meglátogatod régi barátodat, Szundi madarat. De sajnos most is alszik, mint mindig. Na, várj egy kicsit. Lehet, hogy most felébred? Ah, nem. Azt hiszem, valami másról van szó. Ah. Na hát, ilyet? Ah, oh, szerencsére megúszta. Labda. Pokolyó. Nem, az igazából nem. Köszönjük, Pátó. Labda. Igen, tényleg hasonlít a labdára, de az alakja azért nem egészen olyan. Megvan. Segítenétek Pokolyónak? Meg tudja mondani valaki, hogy mi ez? Tojás! Ez egy tojás, Pokolyó. Tojás. 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 Ott már jobb helyen van. A tojás könnyen eltörhet, Pokolyó, ha nem vigyázol rá. Tudod-e, mi van a tojás belsejében, ami előbb-utóbb kibújik belőle? Tű, Pátó tudja. Egy kicsi madár van a tojás belsejében, Pokolyó. Madárka? Úgy bizony. Nem is tudtam, hogy Szundi madár egy tojáson csücsül. Ennek a tojásnak ott a helye fent, Szundi madár fészkében, az anyukája mellett. Ajjaj, kapd el gyorsan, Pokolyó! Szundi madár aggódni fog, de nagyon, amikor felébred. Ki, hogy ugrál? Kapd el, Pokolyó! Vagy Pátó, te kapd el! Az ellenkező irányba megy! Gyorsan, gyorsan! Pátó, mögötted! Ó, a minden itt! Jó, ügyesek vagytok. És most valahogy fel kellene ébresztenünk Szundi madarat. Szundi madár! Szundi madár! Szundi madár! Micsoda álomszuszék, nem ébred fel semmire. Valahogy nekünk magunknak kell visszacsempészni a tojást a fészekbe. Hát,
Igen, sajnos magasabban van pokolyó. Talán egy magasabb valaki tudna segíteni. De ki? Meg tudjátok mondani pokolyónak, ki elég magas ahhoz, hogy segítsen? Úgy bizony. Nagyszerű. A tojásnak ott a helye a puha fészekben. Éljen pokoly! Történik valami a tojással. Tojás? Tojás! Ne félj, pokolyó! Menj csak közelebb! Nehogy lemaradj a nagy eseményről! Igen. Egy aprócska szundi madárka. Vagy egy aprócska, nagyon is éber madárka. Minden esetre úgy látszik, lett egy új barátunk. Az biztos, hogy még sokszor találkozunk vele. Na persze, csak ha utolérjük. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Kutyus szeretet. Nézzétek, itt van Pokolyó és Lula. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! És ha-ho, Lula! Jól érzitek magatokat, igaz? Lula! Várj! Labda! Találtál. Kutyus. Igen, ez egy játékkutya. Mi az ott a kutya hátán? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi az a kutya hátán? Egy kulcs! Kulcs! Úgy bizony, egy kulcs! Ez biztos egy felhúzós játék. Igen, Pokolyó, jó ötlet, hogy forgatod a kulcsot. Forgass tovább! Ez az! Most tedd le a kutyát! Csíha! Oda néz! Ó, ez is ugat, de ügyes szerkezet.
kutyus. Szerintem Lula játszani szeretne, Pokolyú. Szerintem fel kell húzni. Jó kis mutatvány volt, nem igaz? Ó, nézd, Pokolyó! Lula micsoda mutatványokat csinál! Te is nagyon ügyes vagy, Lula. Jól van, semmi baj, Lula. Pokolyó, szerintem valaki szomorkodik. Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy ki szomorkodik? Lula szomorkodik! Segény, Lula! Tudod, Pokolyó, csak az új játékoddal foglalkoztál, és Lula úgy érezte, hogy megfeledkeztél róla. Na, így már mindjárt más. Ne félj, Lula. Pokolyó téged sokkal jobban szeret, mint a játék kutyusát. Ez aztán a jó móka. Néha foglalkozni kell egy kicsit a kutyusokkal. Na meg persze az emberekkel is. És akkor mindenki jól fogja érezni magát. Éljen, Pokolyó! Éljen, Lula! Pápa, nem sokára találkozunk. Banda. Nézzétek, itt van Pato és Pokolyó. Ahó, Pokolyó! Ahó, Pato! Ha-ha! Mivel játszanak? Tudja valaki? Labdával! Egy labdával! Igen, labdával! Méghozzá nagyon szép labdával. Piros és pattogós. Új labda? Szerintem Szundi madárkának is nagyon tetszik a labda. Ahó, Szundi madárka! Nincs is jobb, mint egy új labda, igaz? Pokolyó, Pato, szerintem Szundi madárka játszani szeretne veletek. Szegény Szundi madárka. Pokolyó és Pato szerint még túl kicsi ahhoz, hogy labdázhasson.
Most mit csinálsz, Pokolyó? Most hová tűnt? Meg tudja mondani valaki Pátónak és Pokolyónak, hogy hol van Szundi madárka? Fent a fán! Hajjaj, elrepül! Most hogy fogod visszaszerezni a labdádat? Jó ötlet, Pokolyó! A zummantóval! Szundi madárka, ne sírj! Segítenétek Pokolyónak és Pátónak? Mit csináljanak? Hogy vigasztalják meg Szundi madárkát? Hagyjátok játszani! Látjátok, még egy új labdánál is van jobb. Az, ha örömet szerzünk egy barátunknak. Hiha, úgy látom, most már hárman labdabandáznak. Éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Kis barátja. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Tű, mit találtál, Pokolyó? Nem tudod? Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy mi ez? Hernyó! Ő Valentina! Valentina. Itt gurul Eli. Júj, vigyázz! Szerencse, hogy ott voltál, Pokolyó. Szerintem valakinek vigyáznia kellene a kis barátodra. Thank you.
Látom, Valentinát érdeklik azok a levelek. Hát a hernyók aztán szeretnek enni. Hű, Pátónak milyen szép sütije van! Ajaj, de hová tűnt? Valentinának nagyon jó étvágya van. Mi a következő fogás, Pokolyó? Asztal. Szerintem a hernyók nem esznek... Ó, hát elég éhes lehet, nem igaz? És a könyvekért is rajong. Pato és Eli, bocsánat, de úgy látszik, Pokolyó kisbarátja képtelen jól lakni. Látom, itt járt a kis barátod. Valentina. Tudod, Pokolyó, a sok evés közben Valentina barátod megváltozott. Igen, bebábozódott. Báb? Igen, a báb olyasmi, mint egy hálózsák. Kényelmesen pihenhet benne. Látsz valamit, ami úgy néz ki, Pokolyó? Igen, Pokolyó, a barátod ott van benne. Köszönjük, Pato doktor. Pokolyó, amikor a barátod majd előjön a bábból, hát... Annyit mondhatok, meg fogsz lepődni, hogy mi lett belőle. Tyű! Na hát, mi volt ez? Azt hiszem, én már látom Pokolyó barátját. Látja valaki, mivé változott Pokolyó kis barátja? Pillangóvá! Egy gyönyörű lepkévé! Igen, a hernyó pillangóvá változott. Pokolyó, jócskán megváltozott a barátod, nem igaz? Tű, pillangó is elég éhes. Pokolyó, a barátod nagyon más, mint volt. De az étvágya nem változott. És az sem, hogy a barátod. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó!
Eli babája. Hé, itt van Pokolyó barátunk. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Látja valaki, hogy Eli mivel játszik? Babával! Baba! Úgy bizony. Ez Eli kedvenc babája. Baba! Szerintem Eli arra kér, hogy vigyázz egy kicsit a babájára, Pokolyó. Pokolyó, szerintem nem kellene Eli babáját össze-vissza dobálnod. Jól van, Pokolyó, nyugodj meg! Csak mondd el szépen Elinek, hogy mi történt. Lehet, hogy eleinte kicsit haragudni fog rád, de aztán megbocsát. Eli, hát itt vagy. Hallgass ide. Eli, a babád... Szerintem mondd el Elinek, hogy mi történt. Nézzétek, itt van Pato! Hú, ez meg mi volt? Eli, Pato, el kell mondanunk valamit.
most mi lesz, Pokolyó? Segítenétek Pokolyónak? Mit mondjon? Mivel tudná Elit kiengesztelni? Kérj bocsánatot, Pokolyó! Bocsánat, Eli. Most, hogy már túl vagyunk rajta, mit gondolsz, Pokolyó? Nem lett volna jobb rögtön megmondani az igazat? Egészségedre, Pokolyó! Mindig az a legjobb, ha igazat mondasz a barátaidnak. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Szundi madárka rajong. Ha-hó, Szundi madárka! És ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Csű, nézzétek! Tapsoljuk meg mindannyian! Tessék, Szundi madárka! Azt mondod, ennél jobb labdapattogtatást életedben nem láttál? Na hát, ezt nevezem bóknak. Azt mondod, ennél nagyszerűbb építményt még életedben nem láttál? Hát tényleg szép ez a fal, de jobb, mint az egyiptomi piramisok? Hát, ha te mondod, Szundi madárka. Mi ez? Á, Szundi madárka nyilván úgy gondolja, hogy a rajzod egészen különleges, Pokolyó. Persze, természetesen. Műalkotás. Hogy jobb, mint a Mona Lisa? Hát... Mi ez? Egy vörös szőnyeg. Te jó ég! Hát ez a legkevesebb, amit Szundi madárka bálványa megérdemel. Ha-hó, Pato! Pato, Szundi madárka azt mondja, hogy már eleget játszottál, most ő következik. Ha-hó, Eli! Tyha, ez jó munka! Eli, Szundi madárka azt mondja, hogy az ő dolga lökni Pokolyót. Szundi madárka, Pokolyó azt mondja, hogy fáradt. Majd később újra találkoztok. Hé, Szundi madárka! Ahó! Eli!
Megmondanátok Szundi madárkának, hogy ki vagy, mi zavarja Pokolyót? Szundi madárka! Szundi madárka. Azt mondtad Szundi madárkának, hogy menjen el. Tényleg újra találkozni akarsz vele? Nézz bele ebbe a távcsőbe. Szomorú. Megmondanátok Pokolyónak, miért szomorodott el Szundi madárka? Azért, mert elküldted! Azt mondtad, menj innen! Úgy bizony. Végül is csak a barátod akart lenni, Pokolyó. Hallgass ide, Szundi madárka. Pokolyó nem úgy gondolta, csak egyedül akart maradni egy kicsit. Mi ez? Egy meghívó. Valaki szeretné, ha elmennél egy buliba, Szundi madárka. Bocsánat. Ez kedves bocsánatkérés volt, Pokolyó. Tessék? Azt mondod, ennél kedvesebb bocsánatkérés nem is létezik? Éljen, Pokolyó, és éljen, Szundi madárka! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! Eli új babája. Pahó, Eli! Tű, van egy új babád! Két karja van. Két lába, és egy feje. Csodálatos! Hahó, fiúk! Vigyáztok Eli babájára? Hahó, barátaim! Osztály, figyelem! Pató professzor azt mondja, ez egy kéz. A kézen vannak ujjak. Ez egy láb. A lábon is vannak ujjak. Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Segítenétek Szundi madárkának? Ez egy láb! Szerintem a haragos űrlény mondani akar valamit. Láb! Nagyszerű! Mindannyian tanultunk valamit a kéz és lábujjakról. Köszönjük, Pató professzor! Pató professzor előadását hallottátok. Ajjaj! Pató, óvatosan! Ebből baj lesz. Jaj, ne! Pokolyó, Pató, ne! Ajjaj! Pokolyó, szerinted ez jó ötlet? Torta! Köszönjük!
Szegény Eli. Polip mondja! Polip mondja! Polip mondja! Polip mondja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék. Az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja. Fessetek! Ez az, mindenki fessen. Festeni jó! Polip mondja. Fényképezzetek! Ez az, fogjatok egy fényképezőgépet, és fényképezzetek! Polip mondja, zenéljetek! Ez az, zenélni jó! Polip mondja, ennyi volt! Bocsánat! Megvan az összes darab. Megmondanátok, mi ez? Ez egy fej! És azok mi? Lábak! Azok lábak! Na és azok? Karok! Azok karok! A karok, úgy bizony. Á, javítsuk meg! Hurrá! Lássuk csak. Két láb, két kar és egy fej. Remek! Megjavítottátok! De jó! Énekeljünk! Menj innen, Lula! Ha-ho, Pat... Eli, ha-ho! Láttad Patót? Úgy tűnt, mintha... mi folyik itt? Mi ütött belétek? Egy, kettő... Ha-ho, Pokolyó! Három... Ha-ho! Mi a csodát csinálnak ezek? Játszunk! Játszotok? Hogy kell játszani ezt a játékot? Kukucs! Értem. Bujócskáztok. De jó. Folytassátok csak, Pokolyó. Egy, kettő. Jó búvóhely, Pató. Csak éppen ez már elég. 5, 6, 7, 8. Gyorsan keres egy másik helyet. Valentina? Valentina, ugye tudod, hogy el kell bújnod? 9, 10, 11, 12. Aha, Szundi madár fészke. Remek búvóhely.
18, 19, 20. Megyek! Aki bújt, aki nem, megyünk! Valentina! Megtalálta! Legközelebb ügyesebb leszel, Valentina. Lula! De Pokolyó, Lula nem is játszott. Ő nem bújt el. Úgy látszik, Lula talált valamit. Eli, Pokolyó a legjobb. Lula, Szundi madárka arra kér, hogy maradj csendben. Szeretne elbújni. Szundi madárka! Íme a nagy kereső bajnok. Jól elbújtatok mindannyian, de szuper szimattal hiába is versenyeznétek. Ügyes kislány vagy. Lány! Pokolyó a bajnok. De Pokolyó, el kell ismerned, hogy Lula rengeteget segített. Menj innen! Eli tudni szeretné, hogy miért csináltad ezt, Pokolyó. Tudod, nem valami szép, hogy így elzavartad Lulát. Pokolyó, keresd! Nagyszerű ötlet, keresd meg Lulát! Láttok bármit is, ami segíthet Pokolyónak megtalálni Lulát? A lábnyomok! Kövesd a lábnyomokat! Igen, erre ment, az biztos. De vajon hová? Tű, a zummantó! Hát persze, remek ötlet, Pokolyó! Igen, lábnyomok. Lula! Valentina? De hol lehet Lula? Te jó ég, a labda. Jaj, ez borzasztó. Szegény Lula. Sehol sem találjuk. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy hol van Lula? Melletted! Ott van! Megtaláltunk! Lula! Éljen Pokolyó! És az, hogy mindig megtaláljuk a barátainkat. Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Űrzűr. Nézzétek, itt van Pokolyó, Pátó és Szundi madárka. Ahó, halihó! Ha-ho. Hová mentek a zummantóval? Látogatóba. Á, meglátogatjátok az űrlény barátotokat?
Segítsünk Pokolyónak megtalálni az űrlény barátját. Kiáltsatok egy nagyot, ha meglátjátok. Ott van! Ott az űrlény! Ott van, ott van! Nézd, Pokolyó! Megtaláltátok egymást. Nagyszerű. Úgy látom, űrlény barátot szeretne körbevezetni a bolygóján. Jé, ez a táj nem csak a szemnek kellemes, hanem a fülnek is. Az űrlény még mást is szeretne megmutatni, Pokolyó. Szia! Tű, milyen szép innen a kilátás a többi bolygóra. Az ott egy gomb. Szeretnétek, hogy Pokolyó megnyomja azt a gombot? Igen! Nyomd meg a gombot! Láttátok? Csodálatos! Szundi madárka nagyon jól érzi magát. Buborékok! Tű, ez tényleg csodálatos bolygó. Ajaj. Hűha, ez nem valami jó. Hová tűnt? Megmondanátok Pokolyónak, hogy hol van az űrlény barátja? Nézd! Ott van mögötted! Igen, hűhű, tényleg ott van. Ügyesen megmentetted, Pokolyó. Akkor hát, előre! Mi ez? Valami erdőféle? Mi az űrlény barátunk? Azt mondod, hogy eltévedtünk? Pokolyónak van egy terve. Arra? Ugye tudjuk, hol vagyunk, Pokolyó? Az biztos, hogy eltévedtünk. De Pokolyó, azért még nem kell megijedni. Gondolkozzunk. Buborékok? Korábban is láttunk buborékokat, igaz? A buborék kráterek. Megtaláltad őket. Nagyszerű ötlet. Fentről pontosan látod, hol vagy. Na, lássuk csak. Felismertek valamit? Az űrfákat? A villogó bolygókat? Megmondanátok Pokolyónak, láttuk-e már ezeket korábban? Igen, a bolygókat! A villogó bolygókat! Úgy bizony. A villogó bolygókat már láttuk korábban is. Menjünk arra felé.
Szundi madárka! Mi ez? Mintha dobolást hallanék. Mit gondolsz, Pokolyó, ki dobol? Pato! Tényleg, Pato! Hurrá! Hurrá! Megtaláltad! Hová tűnt az űrlény barátunk? Megtalálta a zummantót. Éljen, Pokolyó! Éljen, hogy megtalálta a helyes utat. Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.